A szakemberek 7 fokos átlaghőmérsékletnél már javasolják a nyári abroncsok felrakását. A hőmérők hiány szálai ezt az értéket az idei évben már jócskán túlszárnyalták. A nyári köpenyt azt mindenképpen javasoljuk, mert ugye az a nyára van tervezve. Ha valaki ugye esetleg választ egy 4 évszakos gumiköpenyt, ugye azt is lehet, de ugye azért azt a tudomásul kell venni, hogy az csak össze-tavassza talán jó. De se télen nem jó, se nyáron nem jó. Hiába mondják, hogy keveset fut az autó, keveset mennek, azt viszont be kell akkor vállalni, hogy esetleg a garázshajtót akkor ne nyissák ki otthon a gépjárművezetők. A téli gumi a nyári meleg hatására rövid időn belül elkopik, és a tapadása is gyenge. A fékutak is eltérőek, ami balesetveszélyes lehet. Egy 10%-ot mindenképp lehet innen-onnan számolni, ugye ez nagyon sok mindentől függ, de ugye erre nagyon koncentrálni kell, mert hát ha pont azért nem tudunk megállni. Persze én megértem, hogy ugye a gumiköpenyek ára ugye nagyon irreálisan elszaladt az elmúlt 1-2 évben, de aki megteheti, még mindig azt javasoljuk, hogy mindenképp legyen téli és nyári gumiköpenye. Még a tapasztalt sofőröket is érhetik váratlan helyzetek, amennyiben nem megfelelő abroncsal szerelték fel az autót. Most ilyen 20 ezértől a csillagos égig ugye a gumiárak, a gumiköpenyek, de ugye egy aránylag használható, ami biztosan fel lehet tenni egy 5-6 évre, azokat azért már a kis kategóriás gumiköpenyeket azért ilyen 20-tól lehet vásárolni áfással. Aki még nem tette meg, tehát ne abozzon, hiszen itt az ideje, hogy pár hónapig búcsút intsünk a téli gumiknak.